Sziasztok! Sziasztok! Úgy döntöttünk Nórával, hogy mivel a Patreonon már van elég rész, ezért felváltva fogunk részeket mondani nektek, vagy áhozni nektek keddenként. Molly és Nóra váltakozik majd. Igen, úgyhogy üdv YouTube lakók! YouTube lakók, igen. Köszi, hogy fel kell ilyen korán. Annyira nincs korán, amúgy is fel akartam kelni korábban, hogy ne legyen teljesen kuka ez a napom, mert hogy esetleg el tudjak aludni este hamarabb, mint hajnal 3, és reggel 9-kor, amikor dolgoznom kell, akkor nem 8:59-kor fogok felkelni, és 5 órát. Legjobb. Legalább nem kell beutazni melóba azért. Tökéletes. Pont ezt beszéltük a többi kollégámmal is, hogy csomóan úgy vannak vele, hogy sokkal jobb, mert hogy így tennek, hogyha így 8-kor kezdesz, 8:50-kor felkelsz, pont lefő a kávé, és a macskát szétver mindent. Igen, de hát ez van. Lehet, hogy ez elég csak pisilt, és most be akarja indítani a második. Szia, Milos. Na, mára egy francia sorozatgyilkost hoztam a 15. századból, akinek az életéről, hát sorozatgyilkosi tevékenységéről látom meglepve ez a óriási mozgás itt. Igen, akkor elég jó skillekre tettem szert, meg tudod, így mérte a csávó azzal a műszerrel, és így ki kellett mennie valamit kint is megnézni, és így odaadta nekem, hogy nézem, és hogyha változás van, akkor mondom, kurva jó, hogy betrénelted. Hát most már te is mehetsz UPC és bekötő, internetbekötőnek. Igen, de a kedvenc UPC-s sztorim az volt, amikor ugye be volt rakva, hogy 2 és 4 között fog jönni majd a szerelő. Ja nem, bocsánat, mert ez a 2 órás idősáv, ez csak a diginél van, ami még egész emberi, mert azért 2 óra érted, hát az írózban. A UPC-nél, bocsánat, úgy volt, hogy 2-től 6-ig, 4 óra. Ja, ezt imádom én is, amikor itt vártam a Virgin Media-t, hogy bekössék, akkor azt írta, hogy reggel 8-tól este 8-ig jövök. Így van. Egy jó 12 órát, én addig üljek itt, mint egy fasz. Igen. Múltkor megrendeltem valamit az interneten, és teljesen meg voltam lepődve, mert egy 1 órás idősávot adtak, és meg is érkezett a futár addig. Tehát, hogyha ez így működik egy futárnál, ez aki futál dolgokat, akkor nem tudom, hogy... Jó, értem én, hogy mondjuk lehet, hogy tovább tart valahol a szerelés, de ugye a UPC akkor ebből indul ki, hogy 4 óra alatt nem fogják tudni megcsinálni, mert akkor a probléma. Tehát, hogy ez így szerintem sokat elmond a szolgáltatásról, magáról. Mert a diginél elég 2 óra. Már nem azért, de már pizza futárokat is lehet követni élőben, hogy jönnek. Hát akkor az UPC-t miért nem lehet? A UPC-t. Igen, és ráadásul Magyarországon is lehet már követni a futárokat. Hát a pincében most már teljesen olyan az applikáció, hogy konkrétan mutatja térképen, ugye, hogy merre van. De sajnos az internetet nem tudják remote-ban megoldani. Hogy... Na mindegy, de az volt a legjobb, hogy 2-től 6-ig, és pont be kellett mennem aznap az irodába. Délelőtt volt valami, nem tudom, interjúztattam, vagy bármi, akkor még az IBM-nél dolgoztam, meg hát akkor még bőven nem volt ugye Corona Times, hogy full home office, na mindegy, és hát azért néha meg kell jelenni a munkahelyeden esetleg, és akkor bementem, és utána siettem haza, hogy akkor 2-re én hazaérjek, hogy akkor fél napot home office-ban leszek, és hát mondom, ez tökéletes. Erre odaértem, várok, semmi, tehát az órák, napok, évekért. Megöregettél közben, beőszült a hajad. Hiszen egyébként 6 óráig teljesen türelmes voltam, mondom, hát addig van ugye az idősáv, mondom, biztos ilyen szerencsétlen voltam, hogy akkor hát pont 5:59-kor fognak megérkezni. És akkor 6:15-kor még mindig semmi, akkor felhívtam őket, hogy hát így maradjak még itthon, vagy így lenne éppen programom, szóval, hogy így elmennék itthonról, úgyhogy így belefoghatok-e bármibe, érted, mert így soha nem elmenni, mert ugye pont akkor fognak jönni. Na mindegy, és akkor mondták, hogy hát de hogy volt már?
Hogy le van zárva, hogy én nem voltam otthon. De mondtam, mikor volt? Mert hogy 2-től 6-ig volt megbeszélve. Ja, hát 11-kor. Ja, hát mondom, jó, mert én meg dolgozom. Tehát, hogy mint ahogy a szerelők is dolgoznak, úgy nekem is van egy munkahelyem, érted? 11-kor oda ment, és volt pofája lezárni úgy a tikitát, hogy én nem voltam otthon. Hát, mert otthon voltál. Teljesen jogosan, úgyhogy nem voltam otthon, érted? Ja, na mindegy, visszatérve a 15. századi francia sorozatgyilkosra, akinek a munkásságáról már több mese, meg mindenféle mű született, és akkor az ő történetét dolgozták fel ezekben, és akkor őt hoztam már. Kezdjem is? Persze, lassan. Jó. Na, Peru a Ludanyó meséi című kötetének legfélelmetesebb meséje a kékszakál, mely még ma is borzongást válthat ki ifjú olvasóiból. Bartók Béla híres operája a Kékszakálú hercegvára, amely Balázs Béla szövegkönyvéből született, és ebből a történetből indul ki, a 20. század opera történetének egyik legnagyobb hatású darabja. Sokan nem is gondolnák, hogy miképp a legtöbb mese vagy legenda, úgy ez a történet és valós személyeken és eseményeken alapul. De ki volt valójában Kékszakál? Igazából két régi időkben élő embert olvasztott össze egy személy a szájhagyomány, és így örökítette tovább a történetet az utókor számára. Mindkettő férfi gazdag, nemesi családból származott a 15. századi Franciaországban. Az egyik nemes úr mind a 6 feleségét megölte tomboló kívágyában, míg a másik 100 és 100 ártatlan fiú gyermek haláláért felelős. A nép sokáig még beszél, igen, ez már kellemesen kezdődik. A nép sokáig még beszélni is alig mert ezekről a szörnyűségekről, és idővel Bretagne népe képzeletében egy-egy gyúrta össze a két hírhet figurát, akit Kékszakálnak neveztek el. A történettel kapcsolatban mégis inkább Gilles de Rais bárót szokták emlegetni, ha a mesebeli herceg valós kilétét vizsgálják. Gilles de Rais 1404-ben született Bretagne-Anjou határvonalánál gazdag nemesi családban. Nagyapja és apja után tucatnyi birtokot és várat örökölt, korának egyik legismertebb embere volt hazájában. Az Anglia ellen folytatott 100 éves háborúban jelentős hírnévre és ismerettségekre tett szert. Torzult lelki világáról tanúskodó élete valószínűleg gazdag, mégis lelki értelemben nyomorúságos gyermekkorában keresendő, mint ugye általában. Korán félárvosságban... Neked az 1400-as években milyen gyerekkorod volt, semmilyen? Amúgy igen, tehát hogy nem nagyon volt olyan, akinek ne igen. Nyomorúságos gyerekkora, még akkor is, hogyha nemesi családba születik. Sőt, lehet, hogy azok voltak igazából ilyen szempontból szerencsésebbek, akik szegényebb családba születtek, mert ott legalább többet foglalkoztak velük. Nyilván ez ott is ritka kivétel volt, mert ott is inkább nem foglalkoztak velük, persze. Igen. Hallod? Jó, kicsit félek, de mindegy. Korán félárvaságra jutott, s anyjában nem volt, anyjában sem volt túl sok öröme. Édesapja meghalt, mikor ő még egészen kicsi volt, édesanyja pedig ismét férjhez ment, s az akkor 9 esztendős kisfiút eltaszította magától. Szenilis tébolyult nagybátyja. Azt a kurva. Mi történik? Valószínű kokálnia kell, és nem tud, és akkor így. Ja, meg ja. Fogja kirázni. Kapszma, igen, kirázni így a popóban. Kapszma szőrondó pasztát, amitől olyat fog szarni, hogy evakuálni kell a kerületet. Mert így szakadtam úgy, hogy ezzel beindítja ugye a beállózítást. Lebontja a fél lakást. Ugye az a baj ezzel, hogy ezt nem veszik figyelembe, hogy mekkora teste van. Ugye a rások, de amikor ott voltam nálad, és ráugrott a diványra, azt hittem, hogy szétszakad, széttörik az egész. Na, akkor folytatnám. Torzult ezt a remek, vidám sztorit. Vidám vasárnap. Igen, vidám vasárnap.
Szóval Szenilis Tébolyót nagybátyja udvarához került, ahol eléggé szabados szellemben nevelkedett, és az korán megfertőzte a zsengekorú fiú. Az ifjúvá serdült Zsí robosztus termete és szélsőséges viselkedése rémülettel töltötte el nagybácsit, nagybácsiját, s jobbnak látta, ha mi hamarabb kiházasítja. Micsoda megoldás. Így Zsí már 16 évesen feleségül vette Catherine de Toursot, a gazdag örökösnőt, akitől egy lánygyermeke is született, Marie de Ray. Kortársai szép kiállású férfinek, jó katonának tartották Zsí de Ray-t, aki Jeanne d'Arcot vigyázta a háború idején, majd amikor a lányt kivékezték, visszavonult birtokára is irodalommal kezdett foglalkozni. Híres kódex gyűjteménye csodálatot váltott ki mindenkiből, ám bármilyen gazdag is volt, olyan udvartartást vitt, hogy anyagi helyzetét bőven túlszárnyalta. Így hamarosan szembe kellett néznie az elszegényedés iszonyával, s hiába volt esélyes 1420-ban a francia koronára, mindenért elherdálta. Családja nem tudta mindezt tétlenül nézni, így segítségül a királyhoz fordultak, hogy legalább az örökségi rész megmaradhasson, de ezzel csak rosszabbodott a helyzet, mert az uzsorások rávették magukat. Az uzsorások rávetették magukat mindenre, földekre, várakra, a hatalmas vagyon maradékára. Amikor a báró ezt megtudta, olyan dühös lett, hogy eltaszította magától a feleségét és lányát. Ettől kezdve várkastélyában... Eltaszította, mint ott hagyta őket a picsába? Ott hagyta őket, így van, persze. Jó. Ettől kezdve várkastélyába vonult vissza, és a történelemnek, teológiának, majd az alkímiának szentelte minden szabad idejét. De amúgy, érted, elszegényedés iszonya, meg ilyen elszegényedés, olyan elszegényedés, ezt visszavonulok a várkastélyomba. Igen, nem igen, a feleségem meg a gyerekem nélkül most már sokkal jobb. Van, de meg... Most már nem vagyok szegény. Most már nem vagyok szegény, ennyi. Környezet. Időközben kezdett megváltozni. Egyre félelmetesebb figurákkal vette körül magát. A halottlátóktól, szellemidőzéktől kezdve az aranycsinálókig, démonokkal beszélni tudókig. Mindenki megtalálható volt udvarában. Ám a komor várból hamarosan mindegyik rémülten menekült, mert felismerték, hogy a báró maga a gonosz, akit hivatlanul is meglátogatnak a pokol démonai. Nem sokkal később megismerkedett a híres olasz alkimistával, Francesco Prelatival. Pártfogásába vette a fiatal mágust, és segítségével gyakran megidézték a sötétség erőit. Állítólag egy alkalommal a sátán is megjelent, de Ré nem követte utasításait. Hát, milyen jó ember. Nehogy már a sátán mondja meg, hogy mit csináljon, érted? Nem mondja meg, hogy mit csinálja, érted? Figyelj, sátán, menj már innen. Elnézést, sátán. Mint a mert a sötét erőkkel próbálnám visszaszerezni a pénzem. Így van, hát elszegényedtem, nem látod. Sátán. Szóval, hogy úgy képzelem el ezt a sátánt, aki megjelent. De ő meleg volt, nem? Azt mondja, igen, igen, igen. Nézd meg egy Aszpark részt most már. Igen. De nem csak erről volt szó. Beteges lelkében egyre gyakrabban születtek szörnyű gondolatok, melyeket tettek, követtek. A környékbeli falvakból rendre tűntek el a különböző korú fiú gyermekek, tehát ő egyébként a meleg sátán ugye itt közre játszik, hogy hát Ré az ugye hát fiúgyermekeket. Igen, igen. És egy idő után az emberek kezdtek gyanakodni, hogy a várúr furcsa dolgai kapcsolatban lehetnek a gyermekek eltűnéseivel. Zsí de Ré segítője Prelati elrabolta a kisgyermekeket, megfojtották őket, vagy elvágták torkukat. Utána forró beleikben nyúlkáltak, szívüket, szemeiket kitépték. Vérüket a báró tintaként használta írásra, rajzolásra, illetve kézmosásra. Kézmosás. Az jó. Szép tiszta lesz. Most is így kéne megmosnod a kezedet. Pandémia alatt. Így van. Ja, tényleg virucid hatású kisfiú. Bazd meg. Ja, egyébként annyit akartam mondani. Nem okoskodni, vagy ilyesmi, csak hogy maguk a pedofilok, azok általában hetero férfiak, akik kisfiúkra vadásznak, tehát nem kell meleg legyen ahhoz, hogy szeresse a kisfiúkat. De hát ő amúgy szodomista, homoszexuális, perverz és pedofil volt, emellett nekrofíliában is szenvedett. Tehát, hogy egy pár dolog
Igen. Hát, mondjuk igazából gondoljunk bele, tehát, hogyha most ő így felismerte azt a 15. századi Franciaországban, hogy ő homoszexuális, akkor nyilván nem tudott coming out-olni, mert mi lett volna? Ja, persze. Lehet, hogy azért küldte el a feleségét inkább. Élve elégetik, vagy lefejezik, vagy bármi, mert érted még ma is, hogyan viszonyulnak az emberek ehhez. Tehát, hogy így pont ez a baj, hogy, és ebből meg mennyi frusztráció születik, és születnek ilyen emberek. Most nem azt mondom, hogy azért, mert hogy meleg volt, és el kellett nyomnia. De nyilván közre játszott a sok mentális baja mellé az is, hogy ő nem tudta saját magát felvállalni sem egyáltalán, hanem hogy ez a frusztráció benne volt, nem mondhatta el gyakorlatilag senkinek, és akkor ebből így ez lett. Ugye ez aztán, így csóró. Aztán csóró is lett. Így van, aztán el is szegényedett, szóval már csak egy vára volt, érted? Ja. De mondjuk azért az még mindig elég furcsa, hogy a 15. században oké, legyen, nem lehet elmondani, hogy homoszexuális vagy, de mostanában is ugyanez a helyzet. Pedig. Hogy ez a szomorúbb amúgy, hogy most is még ugyanez, hogy, és akkor ilyen emberek, hogy nem tudom, azt láttad-e, hogy ugye a most itt az önkormányzatok Budapesten elkezdik kirakni a szivárványos zászlót, és akkor az egyik szélső jobbos pártnak a tagja, a vezetője, ő megment, és ezeket letépte. Mert ezzel majd megoldja, ugye. És akkor még erről fel is tett videókat a Facebook oldalára, hogy ő ezeket csinálta, és hogy hát... Ja, várja, hogy, mert az volt, hogy akkor emiatt ugye fel is jelentették, mert nyilván egyébként közterületen rongált valamit, sőt az önkormányzat tulajdonában rongált dolgokat, mert nem elvitte az ászlót, hanem megrongálta ezeket a rudakat, amiket az ászlót. És akkor ugye bevitték, meg új lenyomat, meg mit tudom én. Na, és akkor így olyan volt valami videója, hogy nem őt kéne, hanem ezeket a fajtákat bevinni, hanem igen. Ez érted, ez annyira szörnyű, hogy úristen, hogy milyen világot élünk, mert 15. században rendben az még így. Igen, a 15. században még a nőket is megégették. Persze, meg most ezzel már nem tudunk mit csinálni, hogy mi volt a 15. században, tehát a történelmet nem fogjuk tudni megváltoztatni, de pont ez lenne a lényeg, hogy tanuljunk ebből, és hogy ne ilyen dolgok legyenek, de hát amíg vannak ugye ilyen emberek, hogy letépi a szivárványos zászlót, meg nem tudom, ja. Hát meg most egyébként szerintem nem tudom, kb. Egész világon, Lengyelországban a legrosszabb ez a helyzet, ahol így kb. Attól kell félni, tarkon lőnek, hogyha mondjuk ne adj Isten. Hát azért saját. Lehet, hogy vannak rosszabb helyek, orosz. Hát most a lengyel az még rosszabb ennél is. Igen. És nagyon durva, hogy Lengyelországban, igen, igen. Úgyhogy, ja, hát ez nagyon szomorú dolog. Meg egyébként azt egyszerűen nem tudom felfogni, azt, hogy ki az, vagy hogy, mert nyilván, amikor valaki azt mondja, hogy hogy Úristen, melegek, Jézusom, akkor amögött kell, hogy legyen valami, mert miért zavarná őt az, hogy aki nem ő, hanem egy tök más ember, az mit csinál? Tehát, hogy nyilván akkor is de van úgy, valami. De én sem értem, de én nem csak ebben a témában, hanem amúgy se, hogy miért nem kell belekotnyeleskedni mások dolgába. Nem mindegy, ki mit csinál. Meg nem is az, hogy csak belekotnyeleskedik, érted? Mert most mit tudom. Mert letépi a zászlókat, és akkor most mi lesz? Most akkor nem lesznek melegek? Húha! Meg hogy konkrétan miért zavar ez valakit annyira, hogy ő ennek nem csak, hogy hangot ad, hanem, hogy mondjuk mozgalmakat indít meg, meg csoportosul, és megveri a melegeket. Tehát, hogy itt mi van itt a háttérben, vagy mi lehet ezeknek az embereknek a fejében, hogy őket ez ennyire zavarja. Mert most amúgy erről az jutott eszembe. Nem csukták le? Hát bevitték, ugye, és gondolom, akkor most ilyen feltételes izé, hogyha mondjuk még egyet csinál, akkor lehet, hogy még egyszer beviszik, vagy nem tudom. De hát azóta még nem történt ilyen, legalábbis nem voltam, nem néztem még ma ezeket a híreket, tehát nevetséges.
érdekes, hogy, hogy most tényleg ez őt ez így miért zavarja. Eleve egy olyan bele, hogy akkor nem lenne, hogyha mondjuk ez így tökre ellene fogadva, hogy mindenki úgy tekintene egy meleg párra is, mint egy heteroszexuális párra is, hogy, hogy ugyanazok a izé jogaik vannak, meg miért ne lennének ugyanazok a jogaik egyébként, akkor nem lenne mondjuk ez előtérben. Akkor nem kéne kirakni a szivárványos zászlót, mert ja, akkor... akkor teljes egyenlőség lenne, akkor az lenne, hogy ugyanúgy a, nem tudom, két leszbikus, meg két meleg meg tudja fogni egymásnak a kezét az utcán, annélkül, hogy emberek úgy néznének rájuk, hogy mindjárt elégetik őket a szemükkel, yeah. Akkor nem, lenne, nem kellene, hogy legyen mondjuk Pride, vagy akármi, mert mondjuk akkor ez egy tök elfogadott dolog lenne, mert érted, hetero Pride nincs. Yeah, azért, persze. Hogy az ugye a normális. És akkor arra nem kell. Tehát, hogyha úgy kezelni... Idézőjel volt. Idézőjel volt, persze, idézőjelben mondtam a normális. Igen, ja, igen. Csak nem lesz, nem lesz videó, igen, és akkor... Felejtettem, igen, igen. De hogyha, ja, de hogyha be tudna kerülni ez a homoszexualitás téma is abba, hogy normális, akkor ugye nem kellene az, hogy, hogy izé... közegbe kerülnek, akkor így, de akkor meg ugye magával vonz egy kitagadást gyakorlatilag, amikor valaki ennyire nem csak az, hogy hisz egy politikai pártban, hanem hát ugye tagja neked, na mindegy. Szóval, hogy ő egy elég radikális politikus itt Magyarországon, és ja, és 40 éves, tehát hogy ő azért annyira nem öreg. Ja. Illetve a felesége például, ő meg valami éppen 30-as évei elején járó nő. Szóval, hogy így itt a, nem arról fel, kell beszélnünk feltétlenül, hogy a szüleiktől, vagy hogy valami. Meg az, hogy nagyon sok korunkbeli is van, aki ugyanezen a véleményen van. Hát ennek a pártnak vannak azért támogatói a korunkbeliekből is. Jó, nyilván nem csak a, mivel ugye ez egy radikális párt, nem csak az ellen van, hogy melegek, hanem minden, ami ugye más. Ja, persze. Gondolok itt, nem tudom, nemzetiség, bármi, bőrszín, bármi. Minden, ami nem olyan, mint ők. Minden, ami nem olyan, mint ők, így van. És hát itt ezeknél a dolgoknál biztos, hogy valami óriási nagy frusztráció állhat a háttérben, mert most egyébként miért zavarna bárkit, hogy egy másik ember létezik, és nem olyan, mint ő. Tehát, ja. Hogy, na, hát egy kicsit elmentünk az eredeti témától, úgyhogy visszatérnénk rá. Szóval, hogy... Sátán. És Gilles de Rey, igen, hogy akkor megölték, elrabolták a gyermekeket. Nekrofil. Nekrofil, pedofil, homoszexuális. És vérrel most kezet. És vérrel most kezet. Így is van. Igen. Igen, nem egyszer közösült a halott gyermekek testével. Egy alkalommal még egy áldott állapotban lévő asszonyt is meggyilkolt, és annak méhéből kihasítva meggyalázta a magzatot. A halottak testét aztán elégették a kandallóban. A hamvakat szétszórták, a belső szerveket szétmarcangolták, majd a folyóba dobták, és a nem égethető részeket pedig a latrinába hajították. Borzalmas tetteik azonban hamarosan napvilágra kerültek, mert a környékbeliek egyre többször lettek furcsa tanúi az eseményeknek. Közben a bároknak az egyházzal is meggyúlt a baja, mert meggyalázott egy bárónak, bocsánat, nem bároknak, mert csak ő volt a báró, a másik ugye csak a pártfogoltja volt. Szóval a bárónak meggyúlt a baja az egyházzal, mert meggyalázott egy templomot, és tetlegesen bántalmazott egy papot. Egyházi és világi bíróság elé került prelátival együtt, ahol semmit sem tagadt. A báró részletes vallomásának hallatára a papok még a fülüket is befogták, a nők pedig sorban ájultak el. Becslések szerint 150-800 közé tehető a gyermek áldozatok száma, akik mind kisfiúk voltak. Vannak ennél elképesztőbb adatok is, amelyek ennél jóval több szerencsétlen gyermekről számolnak be. Igen, Sally Gerard, brit régésznő, írt egy olyat, hogy a Château de Machuvo, bocsánat, erre nem kerestem rá. A Château-t azt még így álltam olvasni, de ezt fogom googlizni.
A Château de Machecoulbár fekete tornyának föld alatti helységében 8-14 év közötti gyermekek csontvázmaradmányait fedezték fel. A csontok elrendezéséből és állapotukból arra lehet következtetni, hogy a gyermekek nem erőszak által haltak meg, itt csupán fogva tartották őket. Azokból az időkből több vallomás maradt fent, mint Guillaume Hillaire és felesége tanúvállomása, akik többször is megkeresték a bárurat azzal, hogy gyermekeik nyomtalanul eltűntek. Itt a báró bűntársai Roger de Bricqueuil, Gilles de Sillé és Francesco Prelati urak mindig ugyanazt a választ adták, miszerint a gyermekeket a jobb neveltetés miatt nemes családokhoz adták ki. Mert egyébként ez teljesen oké lenne, nem? Hogy ja, persze. Kiadtam, hogy ja, jó, van, rendben van, akkor nemes család, de rendben nem. Végül az állandó illetődés nagyon felidegesíthette a fentebb említett urakat, mert egy ízben jól elverték a szegény családtagokat arcátlanságukért, és ezután egy ideig nem kellett attól tartaniuk, hogy lebuknak. Mert amúgy milyen arcátlanok voltak, nem a családok, hogy érdeklődtek a gyerekeik hol létejen. Hát nem semmi basszus, a pornép. Ahelyett, hogy babolnának, érted? Na ez az, és szolgáltatnák be ugye a dolgokat, hát a báró. Mert szegény báró elszegényedett. Ezt nem vették figyelembe? Csak a saját gyerekeik érdeklik, érted? Az embereket. Eltűnt ez. Ja, a saját gyerekeikkel foglalkoznak, bazd meg, miközben a báró elszegényedett. Már csak egy kastélya van. Már csak egy, és ráadásul meglátogatják a démonok, meg a sátán. Hát... ez hihetetlen. Hát nem kell vendégelni. Na és most miből, hogyha ők nem robotolnak? Na? Ennyi. Szél a sátán, csak elfogadna egy-két jó kis sztéket, érted? Persze, meg kell. Hát adni kell neki bort, mindent. Hát persze, hát alap. Szóval, hello. A báró emberek közül az olasz alkimista Francesco Prelati volt a legaktívabb. Ő szerezte be az árut urának, annak igénye szerint. Megtanította a bárónak, hogyan üzze a fekete mágiát, hogyan élje ki szexuális perverzitását, beleértve a hullákkal folytatott nemi aktust is. Cserébe a báró arannyal fizette meg szolgáltatásait, ő pedig szorgalmasan járta hintóján a vidéket, összeszedve a fiatal koldosokat, szegényeket, néha még csecsemőket is. A legszörnyebb az egészben az volt, hogy mindeközben katonái, közvetlen, szolgálatban nem álló emberei meg voltak győződve arról, hogy ő egy rendes, szent ember, hiszen annyi szegény fiú segít. Ám a báró egyik közeli szolgája 1440. októberében a világi bíróság előtt Nantéban nagyon meggyőző vallomást tett. Az én uram szexuálisan bántalmazta a gyerekeket. Örömét lelte a levágott fejekben. Néhány éjszakán keresztül játszott velük, amíg büdösödni nem kezdtek. Gyakran szexuálisan érintkezett a fejetlen gyermekek hulláival, állította. Alastair Crowley, brit filozófus és okkultista úgy vélte, hogy az akkoriban bíróság előtt tett tanúvallomások sokszor kegyetlen kínzásokkal voltak kikényszerítve, ezért nem feltétlenül megbízhatóak. Ám tény, hogy 1440. szeptember 14-én hivatalosan is kézbesítik Raynek a bírósági idézést, majd láncok között viszik Nantes börtönébe, ahol a kor legkegyetlenebb kínzókamráját tartják fenn. Tény az is, hogy a vár átkutatása közben megtalálták a gyermektestek véres torzóját, ruházatukat és a fiúk testrészeinek megégett darabjait. Minden egyes maradvány dokumentáltak. Rés sejtette, hogy ebből a helyzetből még 5. Jean bretagne-i herceg befolyása sem fogja megmenteni, és az ország királya 7. Károly is mosta kezeit. Miután Gide Ray és segítői nemesi származásúak voltak, együtt ítélték őket el. Ray báró megkapta a lehetőséget a védekezésre, de inkább csak a papokat sértegette és fenyegette. Ennek ellenére Igen. Hát végig is úgy volt vele, hogy már mindegy szerintem. Tehát, hogy azért ennyire csak... jól levágták a fejét, vagy... Igen, tehát most már tök mindegy, érted.
Ennek ellenére egy nap pihenőt kapott, hogy végig gondolja a helyzetét, és valami normális védekezést találjon magának. A bíróság elé visszatérve egészen más ember jelent velük. Istenfélőnek, bűneit megbánónak mutatta magát, kérte, hogy fogadják vissza az egyházba. Minden bűnét teljes részletességgel beismerte. Eközben olyan egyéb horror került a nyilvánosság elé, hogy az ülnökök közül nem egy rosszul lett, a hányinger kerülgette őket. Gnosis Abbé leállította a foglyot, és a hitéről kezdte faggatni. Végül úgy döntöttek, megadják az esélyt a bárónak, így újra megkeresztelték. Majd átadták a világi bíróságnak, amely salamoni döntést hozott. Prelati, akire gyilkosságot nem tudtak bizonyítani, őt örökbörtönre ítélték. A bárót akasztásra, testének elégetésére, majd fejének vételére ítelték. Társait elevenen égették meg. Hogy élvezi Béla ezt? Istenem. Társait elevenen égették meg. Kivégzésük előtt még kenyetlenül megkínozták őket, hogy gonoszságaiknak a legapróbb részleteit se hallgassák el, és semmiféle titkot ne vigyenek magukkal a túlvilágra. A helyen, ahol annak idején a bárót kivégezték, rokonai egy éven belül hatalmas emlékművet emeltek, amely a szoptató anyák imádkozására szolgál. Az emlékművet több ezer nő látogatja. Néhány tudós a bizonyító vallomások ellenére megegyezik abban, hogy az eljárás kitalációval csupán, és a korabeli főpapságnak elsősorban a báró hatalmas vagyonára fájt a foga. Állítólag a 15. századi francia nemességét átították a tisztességtelen intrikkák. Szóval. De erről azért eszembe, hogy Báthori Erzsébetnek is ugye kitalálták, hogy ő vérben fürdött az örök fiatalságért, meg ilyesmire, tehát lehet, hogy a feleség az. Igen, igen, tehát egészségedre. Simán el tudom képzelni ezt is, hogy tennek az ő vagyonára fájt a foguk, és akkor ja. Lehet, hogy egyszer tényleg azt mondta, hogy itt volt a sátán, és akkor ebből aztán ilyet kerekítettek. Ja, hát nyilván voltak mentális problémái, és akkor lehet, hogy ezzel csak simán lerántották. Igen, igen, de igazából nincs olyan ember, akinek nincsenek. Mármint, hogy nyilván nem feltétlenül a legkomolyabbakra gondolok, de... Nyilván. Ja. Na, hát ez volt ő. Ja, ennyi? Jó. Még elhallgattunk volna itt Bélával. Bélával, igen. Hát jó, mondjuk ugye azt jelnek, hogy 15. századi, szóval eleve azért ezekben az időkben minden olyan kegyesen volt megoldva. És ja, persze, igen. Hát Diane Downs-t akartam megcsinálni, de úgy gondolom, hogy mind a kettőnek kell valami pozitívabb. Uh-huh. Úgyhogy megcsinálom a túlélő sztorimat most. Igen. Túlélünk Susan Kuhnhausen. 80-as években született Susan, már felnőtt, van gyereke, stb. Elvált, és ő egy ilyen sürgősségen dolgozó nővér. Egy magazinban, mert akkor még így ment. Egy magazinba feladott egy társkeresői hirdetést, ami így szólt. Keresek valami újat, túlsúlyos vagyok, de nem vagyok túl az életem. Komoly kapcsolatot keresek, nem csak futó viszonyt. Erre Mike írt, Mike Kuhnhausen, erről így kapta meg a vezetéknevét, írt neki, hogy milyen jó csaj, megismer ez a 80-as évekbeli Tinder. Igen, 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 pontosan. Susan azt mondja, hogy nagyon jókat beszélgettek, meg túráztak együtt, folyamatosan mászkáltak. Már elfáradtam attól, hogy ezeket kimondtam, tehát én nem vagyok az a túrázós típus, hogy minden nap elmenjünk valahova. Mit tudom én, egy ilyen szabadságon oké, le lehet menni, de hát azért nap, mint nap. Há. Ezért a lófasznak is van vége, érted? Összeházasodtak 2 évvel később, de a boldogság nem tartott sokáig. 6 hónappal a házasságukban már nem mentek túrázni sehova, nem jártak el, folyamatosan csak a szürke hétköznapokban voltak. Úgyhogy Susan nagyon csalódott volt.
Mike elvesztette a munkahelyét, azt nem említették, hogy hol dolgozott előtte, viszont az új munkahelye egy pornós videóbolt volt, amiben volt egy mozi is, mozi idézőjelben, ahol pornót vetítettek. Micsoda mozi? Együtt verhették a faszukat. Hurrá! Jó. Tudod a program. Na, elmegyek szívem moziba. Jó van. Vigyed a izéd. Takint vibrátorodat. Mike így nyilatkozott az életről. Az élet egy undorító szendvics, amiből minden nap harapsz egyet, amíg meg nem halsz. Ó, micsoda életigenlő felfogás. Micsoda filozófia. Biztos nem volt depressziós. Nem úgy tűnik. Mert még hogyha azt mondja, hogy olyan, mint egy fantasztikus, legfinomabb szendvics a világon, amiből harapsz egyet, amíg el nem fogy, akkor még azt mondom, hogy micsoda hasonlat. De így, hogy egy undorító szendvics, rothadt hússa. Egyébként páncélhányos volt, és folyamatosan csak diétás kólát ivott. De azzal nem tudom, hogy mi a probléma, de ez hozzá volt rakva, hogy folyamatosan diétás kólát ivott. Ez akár én is lehetnék. De te nem mondod azt, hogy az élet egy undorító szendvics, amiben minden nap harapsz egyet. Igen, nem azt mondom, hogy undorító szendvics, amiben minden nap harapok egyet, de a zero kóla és a láncdohányosság az végül is megvan. Igen, ez is most diétás kóla, amit iszok. És kóla. És most pandás, vagy milyen mindegy. Zero pandás. Ebbe szoktam álcázni a gin and tonicomat, amikor reggel iszok egyet. Reggel nekem az este, mert ugye én éjszakázok, szóval nekem az esti. Igen. Tehát a levezetés a munka után reggel 8-kor. Ja, igen. Igen. Jó, de hát végig is érthető, értetted, hogy neked ez a munka utáni kinyitok egy sört, az neked a reggel 8-kor a gin tonic, mert ugye akkor vagy otthon már is. De mennyire igen. Szarul hangzik reggel 8-kor a gin tonic. Jó, igen. Igen, hogyha a háttérsztorit nem tudod. Igen, hogyha a háttérsztorit nem tudod, akkor az így nagyon viccesen hangzik. És elkezdtem nézni egy sorozatot, bocsánat, így a gin tonicról, meg a reggel 8-kor gin tonicról eszembe jutott, hogy elkezdtem nézni egy sorozatot, az a címe, hogy Frankie and Grace, és nagyon aranyos, nagyon vicces, ajánlom, majd néz rá, nagyon kedves sorozat, és igazából az az alapsztori, hogy van két ilyen 70 pluszos házaspár, az egyiknek a női tagja Frankie, a másiknek a női tagja Grace, és akkor a legelső részedben nem lesz óriási spoiler, mert gyakorlatilag az első 5 percben kiderül, hogy mire épül az egész. Na mindegy, és az a lényeg, hogy elmennek négyesben vacsorázni, és akkor a Grace-nek a férje mondja, hogy hát bejelenteni való van, és hogy az, hogy én elhagylak téged, Grace, a Saul, aki meg a Frankie-nek a férje, meg elhagyja a Frankie-t, mert hogy mi amúgy a 40 év házasság alatt 20 éven keresztül szerelmesek voltunk egymásban Saul-lal, és melegek vagyunk, szóval ez a lényeg az élek, hogy a 70 éves bácsik meg nénik így egymásnak bejelentik. Ez amúgy nem is logikus. Ja, hogy van még tovább, bocsánat. Nem, csak hogy jutott eszembe ez az egész, hogy, és akkor ugye utána az van, hogy a mit tudom én, elköltöznek a két nő, és akkor barátnők lesznek, és össze is költöznek, és akkor a Grace is így van, hogy így mindig ilyen martinivel, meg vodkával lehet így lenyugtatni, és így pont volt, tegnap néztem egy részt, nem csak egyet, de hogy az egyik részben az volt, éltem, hogy 30 percesek a részek miatt. Na, az semmi. És nem egy ilyen tipikus szitkom, tudod, hogy nem az, hogy minden másodpercben nevetned kell, hanem hogy így alapból vicces, szóval, hogy így. Na mindegy, és akkor, meg amúgy tényleg tök cuki. Na mindegy, és akkor az volt, hogy így, nem tudom, összeveszett a Frankie meg a Grace, és akkor meg a Grace a lányára is pipa volt, és akkor így klopfolta a húst, és itt nagyon-nagyon-nagyon ütött, és közben beszélt, megérkezett a két lánya, és akkor így azzal, akivel így összeveszett, az így ott volt vele, a másik meg elment, és így visszajött egy ilyen pohár martinivel, és így csak így messziről így odatoltam, hogy
És akkor így abba hagyta a húskloppolást, és akkor már rögtön a pohár, és ettem, szóval amúgy nagyon jó, úgyhogy néz rá, teljesen jó. Modern család. Láttad a befejező évadot a Modern családnak? Igen. Letöltöttem. Nagyon fura volt már a vége. Igen, meg amúgy én a legutolsó részt, azt már láttam valamikor egyszer, csak így elkaptam a tévében. És akkor láttam, és utána csomó ideig nem néztem, meg én nem tudtam, hogy ez az utolsó rész. Aha. És azt hittem, hogy az, amit tudom én, 8. évadnak a lezárása, hogy Hayley megszüli a gyerekeket. És akkor elkezdtem ugye onnan nézni, ahol annó abba hagytam, és néztem, hogy még nem is terhes. Most lett terhes. És így néztem, de megnézem, mi az utolsó rész. De nem, mert az utolsó részben már megvannak a gyerekek, és akkor ott nevelik a ikrek. Nem. Ja, és akkor... Igen. És akkor, hogy milyen nehéz felnevelni őket, meg hogy az Alex is ott volt a déli sarkon, az északi sarkon. Igen, hogy az azzal kezdődik, hogy az Alex ott van az bejelentkezik ott a... Igen, de utána haza is jön, utána még van pár rész amúgy. Ja, még van pár rész? Aha. Ja, jó, akkor ott valami akkor lehet, hogy még nem... Már, az már nagyon a vége, de még azt hiszem, hogy van egy vagy kettő utána. Ja, oké. De Hayley-nek az a izéje, az a szemöldök, az nagyon durva. Ja, igen. Ja, igen, túlélő sztori. Láncdohányos és lánctétáskólás. Lánctétáskólás. Eléggé keserű ember volt, mert folyamatosan kommentált, hogy Susan miért vásárol annyit, meg hogy miért csinálja meg a haját, meg miért jár fodrászhoz, és hogy mennyire sokat költ. Viszont Susan ugye egy... Csak hogy már abból azért elég egyértelmű, hogy keserű ember volt, hogy azt mondja, a Junoritos szendvics az élet. De ez most nem ért akkor a sok kényben. Persze, igen. Róla, igen. De mindegy, szóval Susan ugye nővér volt, és ő sokkal jobban keresett, mint ő a pornóvideós izéjében. Tehát teljesen megengedhette magának, meg hát miért nem menne el fodrász, az miért engedné el magát. Csak azért, mert ő úgy gondolja, hogy az élet egy undorító szendvics, neki nem kell azt hinnie. Igen. Na mindegy, szóval Susan megelégelte ezt egy pár hónap után, és akkor szakított vele, de még nem váltak el, csak kiköltözött a Mike, és viszont Susan nem cserélte le se az árakat, meg a jelszót se a riasztón, ami az évfordulójuk volt, az a dátum. Mert azt hitte, hogy Mike egy normális ember. Például. Normálisabb, mint amúgy. Na mindegy, szóval 2006-ban, szeptember 6-án Mike hagy neki egy üzenetet, becsúsztatja a leveles. Mi annak a neve? Az ajtón a levél tartó cucc, ahova berakják. Ja, a postaláda. Vagy hát az a, tudom, az a lyuk, ahol berakod, nem tudom, hogy annak pontosan mi a neve. Az a lyuk. De igen, az a lyuk. Az a lyuk az ajtó. Ott becsúsztatják, és akkor is becsúsztatja. Viszont Susan ugye dolgozott, és vége volt a napjának, elment fodrászhoz, hazaért, megnézte a leveleket, meg az üzenetet, lerakta mondjuk a cipőjét, és körbenézett, és valami nem volt rendben a házban, mert ugye ő mindig, mikor fel kell, elhúzza a függönyt, hogy jöjjön be a napsütés, viszont teljes sötétségben volt az egész ház. Úgyhogy már felállt a szőr a hátán. Bemegy a hálószobájába, óvatosan, szépen lassan, és egy férfi jelent meg a sötétben. Sárga, mosogatókesztyűben, minden más ruhája fekete volt, és egy kalapács volt a kezében, amit szó nélkül, mikor meglátja Susant, felemel, és megüti vele, és a bal halántékán eltalálta. Mivel Susan ugye sürgősségi nővér, ott Amcsiban tanítanak önvédelmet, azt nem tudom, hogy itt van-e ilyen, hogy önvédelmet tanulnak, meg ilyesmit, meg...
Csak úgy maguktól? Nem, hanem a kórházban. Ja, ilyen, hogy a kórházban. Az ilyen velejáró, izé. És itt ezen az önvédelmi órán megtanulták, hogy nem hátrálni kell az embertől, hanem itt amilyen előre menni, meg nekiesni, meg ilyesmi, hogy meglepjék a támadót. A csávó meg is lepődött, és amiután Susan ellökte, ő is ellökte, mert Susan az egy fejjel kisebb volt nála kb. Uh-huh. Úgyhogy Susant is ellökte, neki esett a falnak, és 13 percig verekednek, meg birkóznak. Közben Susan össze-vissza harabdálja mindenhol, hogy fogmintát hagyjon rajta, meg keresi, kutakodott a zsebében, hogy hát, ha van nála valami személy, vagy ilyesmi, hogy bedobja valahova, hogy a rendőrök tudják azonosítani a csávót. Közben a kalapácsot elvette, 4-szer fejbe verte a csávót, viszont a csávó azt még túlélte, még azért úgy áll volt, feltápászkodott. Susan megfogta a nyakát, megszorította, és azt kérdezte, hogy ki küldött. És amikor kékült el a csávó feje, akkor Susan elengedte, mert megijedt, hogy meg fogja folytani. A csávó kihasználta az alkalmat, felállt ismét, és arcba ütötte Susant, meg hasba, meg ahol érte. Susan itt már azt hitte, hogy meg fog halni. De nem adta fel, küzdött tovább, így összekígyózott mindenfele, hogy ne érje ütés, meg ilyesmi, és akkor egyszer csak önvédelem órán tanulta ezt is, hogy a lábát a hátára dobta a csávónak, majd felhúzta magát a hátára, és akkor így a kezével a kezét a nyaka köré rakta, és egy ilyen folytó szorításba tartotta a csávót, és azt mondta, hogy mondd meg, ki küldött, és talán hívok neked egy mentőt, mivel a csávó már vérzett, meg teljesen ki volt. Mert Susan az egy elég erős csajszí volt, még így is, hogy egy fejjel kisebb nála. Összeesett a csávó, Susan gyorsan kiszalad, és a szomszédok hívták a mentőt. És a 911-es hívásba belehallgattam, és az volt, hogy kérdezte ugye a 911-es, hogy mi az emergency-d. Uh-huh. És azt mondja a szomszéd, hogy hát, hogy ezt a nővért megtámadták, és kérdezte a 911-es dispatcher, hogy kell-e mentő, és mondta a szomszéd, hogy hát magának a nővérnek nem, a csávónak, a támadónak lehet, hogy igen, mert szétverte a nővér. Úgyhogy küldtek egy mentőt a csávónak. Halott volt, tehát a végén megölte, és a mentősök meg a kórházban ugye a halottként talált egy majdnem halálos adagnyi kokaint a szervezetében. Kiderült, hogy egy vietnám veterán volt, és Mike bérelte fel $50,000. Átkutatták ennek a bérgyilkosnak a házát, és találtak egy naplót, amiben volt egy ilyen pornós, ilyen mozijegy a naplóban, és szeptember 6-ára be volt írva, hogy hívd fel Mike-ot az ügy miatt. Tehát még a naplójába is felírta, vagy itt a naptárába. Kiderült, hogy mivel Susan megváltoztatta a hogy hív fel Mike-ot, hogyha Susan meghalt. Igen. Na, szóval Susan életbiztosítását megváltoztatta a testvérére, tehát abból Mike nem kapott volna, viszont mivel még papíron házasok voltak, ezért a ház rámaradt. Ezért a házat Mike kapta volna, ami $300,000 ért. És kiderült, hogy Mike, amikor bedobta az üzit a Susannek, akkor kibiztosította a riasztót, beengedte a csávót, utána visszarakta, és akkor a csávó meg bent várt addig, ameddig Susan haza nem ért. Végül maga Susan nem tekint magára egy ilyen nagyon hősies tettként, mert végül is csak megölt egy embert,
poszttraumás stressz-szindrómája volt, elköltözött, új életet kezdett, viszont annyira félt, hogy mindenféle ilyen fegyveres tanfolyamra ment, meg még több önvédelmi tanfolyamra, meg minden egyes ajtóhoz az új házában rakott egy ilyen ezt a csilingelőizét, hogy hallja, hogyha jön be valaki. És Susan a végén azt mondta, hogy életem végéig viselem majd azt, hogy egy embert meg kellett ölnöm, azért, mert megbíztam egy rossz emberben. Ja, és Mike-ot elítélték azért, mert felbérelte ezt a csávót életfogytiglanra. Utána még ott sajnáltatta magát egyébként az a Mike, hogy ó, ő mindig elrontja a kapcsolatait, és hogy nem tudja, hogy... Ó, jaj! Igen. Szegény. Jaj, meg azt még kihagytam, hogy a bérgyilkosnak a nővére írt Susannek egy levelet, hogy mi nem haragszunk rád, amiért mit tudom, hogy megöltöd a testvéremet, mert csak azt tetted, amit tenned kellett. Tehát az amúgy szép volt, hogy úgy írtak neki. Igen. Ja. Hát ja, amúgy igen, ez tök izé, ez a, amit nyilatkozott, hogy nem tekint magára hősként, mert hát igazából neki kell együtt élnie az, hogy megölt egy embert. Ja, még akkor is volt. Csak önvédelem volt azért, az, a nem pszichopatáknak ez azért elég durva. Pontosan azért, hogy kioltott egy életet értett, főleg, hogy mondjuk mindnek se ártott egyébként. Szóval, hogy ja. Meg hát, hogyha sürgősségén dolgozott, akkor minden áron arra volt, hogy életeket mentsen, nem az, hogy elvegyen őket. Igen. Igen. Hát ja, hát kemény. Igen, de azért jó érzés, hogy túlélte. Igen. Hogy azért legalább ő megmenekült. Ja. Na jó van, akkor jövő héten találkozunk. Akkor Mollival, utána meg megint Nórával. Megint Nórával. Nézzetek fel a Patreonunkra, van egy csomó jó rész. Megnézzétek meg a termékeket, mert nagyon sok szuper új ruci van, meg maszk, meg minden. Ja, megírjatok rövid történeteket, amik veletek történtek. anyuzsaledger@gmail.com, a weblapunk meg anyuzsaledger.com. Yay! Vannak matriták. Ja, vannak. Vannak. Na, csá! Sziasztok!